Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából. Képzeljétek, tegnap egy ismerőssel beszélgettem, és megint szóba került az a téma, ami szigetüzemi napelemeseknél, de napelemeseknél is általában előkerül. Nem éri meg, sokba kerül, mikor térül meg, mennyi idő alatt térül meg, megtérül-e egyáltalán. És elgondolkodtunk, és arra a következtetésre jutottunk sok hosszas beszélgetés után, hogy gyakorlatilag ez az ókori Rómában is ezek nem voltak kérdések. Tehát ha valamit meg kellett csinálni, és azt mondták, valami korszakalkotót akarnak, valami áttörést akarnak elérni, valami példaértékűt, akkor ezeket nem nézték. Tehát ami megváltoztatja az emberek életét, olyanban ez nem számított. És vajon amióta ezeket nézzük, ezeket a dolgokat, hogy megéri-e, megtérül-e, azóta egyáltalán jutottunk valamire? Tehát azok a dolgok ténylegesen megérik? Azok a dolgok tényleg bejöttek, vagy csak félünk megtenni azokat a lépéseket, amelyek előre visznek minket? Amelyek a családunk életét is előre viszik, például egy szigetüzemű napelemes rendszert. Úgyhogy egy történetet mondanék most el nektek, így példaként. Volt egyszer régen az ókori Rómában egy ember, aki azt mondta, építkezésbe kezd. Több probléma volt, ez az ember mindent megkapott mindenkitől. Sokba kerül, de sokba kerül, iszonyatosan sokba kerül. Nincs rá pénz, nem térül meg, semmi nem lesz belőle, lehetetlen, és minden. Ez az ember mégis azt mondta, hogy ő hisz ebben az egészben, és építkezésbe kezd. Eleve már ahol kijelölte az építkezést, azt mondta, ahol fel akar építeni egy épületet, ott egy tó volt. Ez volt a terület. A tavat le kellett csapolni, homokkal föl kellett tölteni, plusz nehézség volt az, hogy oda mindig befolyt a víz, tehát oda egy külön vízelvezető csatornarendszert külön kiépíteni. Azért az ókori Rómában nem úgy ment egy építkezés most, mint mostanában, hogy mit tudom én, elektromos áram és minden volt a rendelkezésünkről, ott egy kicsit másképp mentek a dolgok, lassabban, jobban át kellett gondolni körültekintőbben. Aztán kiderült, az építkezéshez olyan építőanyagra van szükség, amely több ezer kilométerre van. Ma 2023-ban, ha valaki azt mondja, neked az építkezéshez építőanyagot mondjuk 2-3 ezer kilométerről kell hozni, nem azt mondom, hogy Kínából be kell hozni egy akupakot, az egy dolog, hogy online lerendeled, de mondjuk egy olyan 100 tonna építőanyagot lerendelni mondjuk, és több ezer kilométerben már ott azt mondanád, hogy nem fogsz bele. Szóval nem elég az, hogy több ezer kilométerről kellett idehozni az építőanyagot Rómába. Ahonnan hozni kellett, egyébként Albániából, a mai Albánia területéből, az albán hegyekből hozták, nem is vezetett oda út. Úgyhogy még utat is kellett építeni, hogy az építőanyagot elhozzák, legalább a hajókig, a hajókkal meg elhozzák Rómába. És mindent lehet erre mondani, csak azt nem, hogy megéri, hogy megtérül, hogy mennyi idő alatt érül, tehát ez nem térül meg. Mégis olyan áttöréseket értek el régen az ókori Rómában, amelyeket mai napig nem tudunk még csak megközelíteni sem. És ez az épület felépült, a neve Amphitheatrum Flavium, melyet a középkortól, hogyha esetleg nem lenne ismerős, más néven ismerhetitek, és szerintem eléggé megérte az építkezés a mai napig áll. Így néz ki. Sziasztok!